Az oltalom szeretett szolgálat részlege, a családok átmeneti otthona az elmúlt egy évben több mint 20 családnak, pontosan 102 főnek nyújtott átmeneti lakóhelyet. A 40 férőhelyes intézményben jelenleg 43-an laknak. Az otthonban háromok miatt kérhetik felvételüket a családok, akiknek meg kell felelniük az együttélés feltételeinek. Mindazok, akik valamilyen fajta lakhatási problémával rendelkeznek, ők igényelhetik, ha teljes családról vagy csonka családról beszélünk. Kérheti a felvételét a bántalmazott anya, az, aki családon belüli erőszak miatt kénytelen menedéket keresni egy ilyen típusú intézményben, valamint a válsághelyzetben lévő várandós kismama is. A beköltözésnek a feltétele az, hogy alkalmas legyen maga a szülő is, illetve a gyermeke is a közösségben való együttélésre. Így például kérünk a beköltözés alkalmával érvényes tüdőszűrőengedélyt, házi orvosi igazolást, a fertőzésmentesség igazolására vonatkozóan, és hát fontos az, miután térítési díjat kell fizetniük a családnak, ezért jó az, hogyha már a beköltözéskor rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, amiből ezt meg tudják igényelni. Az intézmény költségvetési forrásból, állami és egyházi hozzájárulásból tartja fenn magát, az otthonban elszállásolt jövedelemmel rendelkezőknek pedig a fizetésük 20-25%-ával kell hozzájárulniuk a fenntartási és üzemeltetési költségekhez. Laborci Géza, az Oltalom Szeretett Szolgálat intézmény vezetője televíziónknak elmondta, a családok számára ez egy átmeneti lehetőség, éppen ezért próbálják elkerülni az intézményfüggőség kialakulását, vagyis arra törekszenek, hogy az elszállásoltak minél nagyobb számban újra a saját lábukra álljanak. Vannak, hála jó Istennek, olyan családok, akik nagyon mély krízisben érkeznek hozzánk, és mindent elkövetnek, hogy talpra tudjanak állni, akár az egymással való kapcsolat megújításában, munkahelykeresésben, a régi kapcsolataiknak az újraépítésében, új lakások, új lakhatáshoz való jutásban, és itt nagyon mély emberi drámák és nagyon mély katartikus történéseknek vagyunk a segítői, meg a résztvevői. A családok átmeneti otthonában nem csak lakhatnak, hanem mentális, jogi és pszichológiai tanácsadásban is részesülhetnek a családok, tette hozzá az intézményvezető.